Üdvözlöm Önöket az Exchange-ben. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy várjunk. Erre figyelmeztették az üzleti vezetőket a 26. ENSZ klímaváltozási konferencia előtt, amelyet az Egyesült Királyságban és Olaszországban tartanak. A COP26 fő partnere a Hitachi vállalat óriás. A cég európai elnöke és környezetvédelmi főtisztviselője itt van velünk a stúdióban. A csúcs találkozótól azt remélik, hogy felgyorsítják a párizsi klímaegyezményben és az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményében lefektetett célokat. Ebbe beletartozna a nulla kibocsátás elérése 2050-re és a globális hőmérséklet emelkedésének 2 fok alatt tartása. Az eseménytől azt is várják, hogy a közösségek és a természetes élőhelyek védelmet kapnak. Legalább évente 100 milliárd dollárt fordítanak majd erre a célra a klímavédelemre szánt összegből. Valamint az elkötelezettség is fontos, hogy mindenki együtt akarjon dolgozni ennek érdekében. A COP26 fő partnere a technológiai titán, a Hitachi. A cég európai elnöke, Alistair Dormer csatlakozik most hozzám. Alistair, a Hitachi a világ egyik legnagyobb vállalata. Az utóbbi negyed évben 21 milliárd dollár árbevétele volt. Miért olyan fontos Önöknek, hogy itt legyenek a COP26-on? Mert ez valójában egy tárgyalás a kormányok között. Az én szempontomból azért olyan fontos ott lenni a COP26-on vezető iparvállalatként, hogy beszéljünk a fő részvényesekkel, a fő döntéshozókkal, hogy tudtukra adjuk a Hitachi képességeit. Úgy vélem, nem vagyunk túl erősek abban, hogy tudassuk a világgal, milyen új technológiáink vannak az energiaszektorban, a mobilitási és digitális szektorban. Szóval ez egy nagyszerű lehetőség számunkra, hogy valóban megpróbáljuk felgyorsítani ezt az átalakulást, amire mindannyiunknak szüksége van, és mind reméljük, hogy a COP26 ebben segíteni fog. Az olyan vezetők, mint ön, hatalmas nyomás alatt állnak, hogy még gyorsabbak és bátrabbak legyenek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Mit szeretné még látni a COP26-on? Valóban szeretnénk több részletet, konkrét célokat, mérföldköveket látni, és olyan segítő tényezőket, amelyek valóban lehetővé teszik, hogy bekapcsolódjon a szektor. Köszönöm, hogy velünk volt, Alistair. Megtudtuk, mi a vállalat óriások nézőpontja. Nézzük, mit mond egy másik vezető, aki ott lesz a COP26-on, Bertrand Piccard. Bertrand, mi a tanácsa azok számára, akik Glasgow-ban gyűlnek össze? Meg kell érteniük, hogy annál jövedelmezőbb lesz a gazdaságuk, minél többet tudnak hozzájárulni a nemzeteik a klímaváltozás elleni harchoz. Minél több lépést tesznek ennek érdekében. Ha a múltban ragadunk, akkor az kudarccal végződik majd. Ha meg tudjuk mutatni, mit nyerhet minden ország a klímaváltozás elleni harcból és a környezetvédelemből, akkor a COP26 hatalmas siker lehet. Bertrand, köszönöm, hogy itt volt velünk az Exchange-ben. Tehát a COP26-hoz vezető utat már kijelölték, de nagy a nyomás ezen az eseményen, hogy végre konkrét lépéseket tegyen, amely visszaszorítja a klímaváltozás kísértetét. Victoria Smith-szel fogunk beszélni, aki Glasgow-ban van. Van-e olyan érzésed, hogy az idei év lesz az, amikor a politikusok végre tettekké változtatják a beszédet? Igen, Guy, a mögöttem látható épületben 190 vezető fog összegyűlni. A tárgyalásokat vezető elnök szerint a COP26-nak döntőnek kell lennie. Az, hogy a jövő generációi majd elismeréssel vagy kétségbeeséssel néznek vissza, azon múlik, hogy mi képesek leszünk-e megragadni a pillanatot. A megbeszélések egy olyan év után következnek, amelyet a klímakatasztrófa jellemzett. Az Egyesült Királyságban a szállítási szektor több üvegházhatású gázt bocsát ki, mint bármelyik más szektor. A COP26 egyik központi kérdése pedig az elektromos hajtású járművek használatára átállás lesz. A Glasgow-i Beauty Kitchen bevezette az újratöltési rendszert saját és más cégek termékei részére. Úgy vélem, hogy a szépségiparban különösen magányosak vagyunk. A második ügyfelünk, amely részt vesz a visszahoz, újratölt, megismétel rendszerünkben, az Unilever, amely az egyik legnagyobb vállalat a világon. A környezetvédelmi aktivisták szerint nem teszünk eleget. A földbarátai csoport szerint a fosszilis üzemanyagok kivezetése új üzleti lehetőségeket nyújt.
A saját kutatásunk szerint háromszor annyi munkalehetőség van a zöld szektorban, mint amennyi jelenleg veszélybe került az olaj-gáz szektorban. De kevés idő van a gondolkodásra. A tudósok szerint a klímakatasztrófát csak úgy kerülhetjük el, ha a világ azonnal cselekszik. Most pedig olyan embereket hallgatunk meg, akik nyomást helyeznek a vállalatok vezetőire, hogy gyorsabban cselekedjenek. Jonah Kahlgren Berlinből csatlakozik hozzánk. Nos, Guy, a klímaváltozás óriási téma itt Németországban, különösképpen a nyári pusztító áradások után. Vannak rendszeres tüntetések Berlinben és országszerte, amelyeket főleg fiatal klímaaktivisták szerveznek. Volt alkalmam beszélgetni néhányukkal, megkérdeztem tőlük, hogy mi lenne az üzenetük, mit mondanának egy vezérigazgatónak, egy vállalatvezetőnek, ha lenne lehetőségük találkozni velük. A klíma védelmének gazdaságilag is van értelme. Ez az üzenet. Azt várnám, hogy a nagy döntéseket hozó vezérigazgatók most váltsanak zöld energiára. Minden lehetőségük megvan, hogy változásokat idézzenek elő, és ezeknek a változásoknak mindenki javát kéne szolgálniuk. De ez nem elég. Nos, Guy, amint hallhattad, az üzenet elég világos. Cselekedjenek most, amilyen gyorsan lehetséges. A saját érdekükben a klímakatasztrófa megakadályozására. Az aktivisták a következő generációt szólítják meg megoldásokért. A 94 éves klímavállalkozóval, Des Karennel beszélek, és a Kaiser Chiefs énekese, Ricky Wilson is velünk van, aki olyan kreatív projekteket visz, amely iskoláskorú gyerekeknek segít a klímaváltozással megküzdésben. Ha az ember gyerekekkel dolgozik, rájön, hogy nagy remény van a következő generációkban. Sok programot látunk, ami ránk ijeszt, hogy változtassunk, de a változás akkor következik be, ha valóban akarjuk. Az embereknek minden hatalom ott van a kezében. Bele kéne fogni, cselekedni, hiszen mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy megőrizzük és javítsuk, de legalább megőrizzük ezt a csodálatos világot, amelyet örököltünk. Reményteli felhívás az egyik generációtól a másiknak. Ennyire volt időnk a mai epizódunkban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Látogassanak el az euronews.com weboldalra, és nézzék meg az Exchange következő részét is.